Ez a több mint 4 millió forintos eszköz segíti a koraszülötteket a légzésben mostantól a kórház gyermekosztályán. Egy alapítványon keresztül pályázott a műszerre a gyerekosztály sikerrel. A Fejér megye gyermekeért alapítvány 92 óta támogatja adományokból, illetve pályázatokból befolyó összegekkel a Fejér megyei kórházak, elsősorban a Szent György Kórház gyerekosztályának a működését. Hogy milyen műszerre van leginkább szükség, azt természetesen megbeszéljük orvosi körökben, nővéri körökben, és amire a legnagyobb szüksége van az osztály működésének, azt a gépet, eszközt szerezzük be. Most erre a gépre volt a legnagyobb szükség. Ezt úgy gondolom, hogy mindenképpen egy nagy segítségnek foghatjuk föl. A Fejér megye gyermekeiért alapítvány évek óta pályázik hasonló eszközökre, segítve ezzel a gyermekosztály munkáját. Mint ahogy a pályázatot kiíró Fehérvár Travel alapítványa sem első ízben támogatta a kórház gyermekosztályát. Minden pályázatnál két dologból áll az ügy. Először is van egy pályázat, és a pályázatot pozitívan elbírálják. Ez történt itt is. Ők benyújtották a pályázatot a negyedévente kiírt pályázati lehetőségek közé, és ez az első negyedév során a kuratóriumunk úgy döntött, hosszas megfontolások után, hogy ezt a nemes célt feltétlenül támogatjuk. Természetes a hosszas megfontolást itt most időzőjelbe kellett érteni. Volt már egy előzménye, mint egy 3 évvel ezelőtt hasonlóan és hasonló összegben szintén, hát nyilván orvosi műszer vásárlásában támogattuk az alapítványt, amely hát tulajdonképpen a gyermekosztálynak a működését segíti, támogatja. Mi pedig akkor is jó szívvel, nyilván bízva abban, hogy ezt jól tudják használni, támogattuk. Akkor is láttuk, és hát nyilván hát jó érzéssel töltött el minket az, hogy tudják ezt használni, hány gyermek életét menti meg, vagy teszi egészségüket teljessé, vagy minél inkább életre való bakká akkor a szülötteket. Most ugyanez a lehetőség nyílott meg azzal, amikor ők benyújtották a pályázati kérelmüket, és ahogy ezt említettem, tényleg örömmel adtuk és szavaztuk meg ennek a támogatásnak a döntését. Negyed évente van lehetőség ilyen pályázatban nyújtásra, nagyjából még miket szokott támogatni ezekkel a pályázatokkal az alapítvány? Hát ugye az a neve, hogy a Fehérvár Travel alapítványa rászorultakért. Most a rászorultak viszonylag széles körben értendők, de ezek mind egészségügyi rászorultakat értünk ez alatt elsődlegesen, tehát nyilvánvalóan itt most nem az esetlegesen anyagilag megszorultak jelentenek. Természetesen az kell, hogy legyen, hogy egészségügyi módon rászorult, legyen az mozgássérült, vagy egyéb más nagyon súlyos betegségben szenvedő, vagy mentálisan hát eléggé, hát úgy mondjam, gyenge állapotban lévő valaki. És hát nyilván azért kérnek támogatást, mert anyagilag rászorulnak még emellett. És hát ilyen módon intézményeket is támogatunk, illetve magánszemélyeket. Annyit talán erről, hogy a negyed évenként mintegy 80-90 magánszemély szokott pályázni, és közel 10 intézmény. És ezek között, hát úgy negyed évente szintén egy ilyen közel 15 millió forint támogatást szokott az alapítvány emellett, hogy úgy mondjam, megszavazni. Illetve vannak kiemelt programok, hogy így mondjam. Ez például a Szent Kristóf háznak a működtetése, létrehozása, hát és most már több mint 10 éve folyik mindez. Na most ez mind annak köszönhető, hogy az ország egyik legjobb utazási irodája, ha szabad így mondom, a Fehérvár Travel, és annak vezetője Ribi Péter, aki hát nagylelkűen mindezen pénzügyi forrásokat rendelkezésre bocsátja folyamatosan és állandóan. Ha netán egy kicsit megszorulnánk, mert túl sok a pályázat, vagy abban kért összeg, akkor néha még meg is tolja ezeket a már említett összegeket. Úgyhogy hát ilyen módon tudunk működni. Szerencsére, hát azt mondom, sokak
remélhetőleg megelégedésére és hát örömére. Ez az eszköz úgy működik, hogy ezeken a csöveken keresztül jön a falból az oxigén, illetve a levegő. Ezt az áramba bekapcsoljuk. A levegő oxigén aránya ezen a gépen keresztül át kell, hogy menjen, mert ez fölmelegíti és megnedvesíti, úgyhogy jó legyen. És akkor az itt beállított paraméterekkel, attól függ, hogy milyen áramlásra, attól függ, hogy mennyi oxigén százalékot akarok én neki adni, ezen keresztül fog jönni a gáz, vagy a gázeled. Ezt összecsatlakoztatjuk egy ilyen kis maszkkal, amit a babának az orrocskájára teszünk rá, és akkor az előbb említett nyomással, előbb említett elegy, az megy a baba tüdejébe. Ezt időnként cserélgetjük egy ilyen eszközzel, egy ilyen kis villácskával, amit a gyerek baba órába, orlukaiba teszünk be. Ezt is össze lehet csatlakoztatni ezzel a fejjel, és akkor viszont így kapja a levegőt. Az osztályvezető itt már az eszköz működését mutatja. A 4,5 milliós légzéstámogató műszer egyik nagy előnye, hogy mobil, így rögtön a szülést követően képes biztosítani a koraszülött babáknak a megfelelő légúti nyomást, segítve ezzel a kielégítő légzést. Ennek a készüléknek az a lényege, hogy úgymond non-invazív módon tud folyamatosan pozitív légúti nyomást biztosítani a kisbabáknak. Tehát, ha egy koraszülött világra jön, általában közhiedelemmel ellentétben általában van spontán légzése, de nem kielégítő. Most ezzel az eszközzel, anélkül, hogy bármilyen csövet dugnánk bárhova, egy kis maszkkal tudunk segíteni nekik, és nyitva tudjuk tartani a légkojagocskáikat, illetve megfelelő nyomást tudunk biztosítani számukra. Hasonló eszköz volt-e itt már a gyerekosztályon korábban, illetve ez az eszköz majd éves szinten körülbelül mennyi koraszülöttnek segíthet majd, nem tudom, hogy van-e ilyen adat. Hát volt ilyen eszközünk, csak nem elegendő, és körülbelül születések száma az olyan 2700-800, ennek mit tudom én, egy 10%-a körülbelül koraszülött gyerek, azoknak egy részének van szüksége csak légzéstámogatásra. Amit elmondanék, még az ötlet onnan származott, amikor főorvos úrral megbeszéltük, hogy mégis mi lenne az az eszköz, ami nagyon fontos lenne. Azért gondoltuk pont ezt az eszközt, mert a tavaly nyáron a kórház vásárolt számunkra egy készüléket, amellyel nagyon jól tudjuk szállítani az első emeleten született, szülészeten született babákat a mi osztályunkra, ami a földszinten van, nagyon-nagyon korszerű, tényleg az ötödik az országban, és hiányzott róla egy ilyen eszköz, amivel már fent születés után meg tudjuk kezdeni ezt a légzéstámogatást. Úgyhogy elsősorban az ő szerepe ott lesz, de természetesen, hogyha éppen nem lesz szállítás, és fokozott igény van az osztályon, tehát túl sok baba, akit kell segíteni, akkor ez ott is alkalmazható, amint látható, ez egy mobilis állványonál. A kórházban éves szinten 2800 gyermek születik, 10%-uk idő előtt. A koraszülöttek egynegyedének pedig légzéstámogatásra is szüksége van a szülést követően. A most munkába állított eszköz az ő esélyeiket növeli majd. Nem csak a koraszülöttek, hanem a kicsit nagyobbak is kaptak ma adományt a kórház gyermekosztályán. November a legködösebb hónap. A fagyok elől minden állat elmű odukba, meleg délet fészekbe, hogy így aludják át a fagyos napokat. Az egerek között is vannak páran, akik itt tesznek. Kivéve egyet, aki most is az erdőt járja, és kíváncsian néz be minden mokor alá, hát ha talál valami érdekeset. Kitaláltad már, hogy ki az? Bizony a mi ágotánk. Ám ugyanebben az időben indult el otthonról Emilke is, mert ő sem tudott aludni. Maga az írónő mesél a kicsiknek a kórház gyermekosztályán Egér ágotáról, Nándiról a békáról és a Rigó erdőről. Baranyi Ildikó egy különleges meglepetést hozott délután a piciknek, mese sorozatának hőseivel szerette volna megkönnyíteni a gyerekek gyógyulását az osztályon, kizökkentve őket a lábadozással töltött napok nehézségeiből. Én szeretném egy picit visszahozni azt, hogy ők újra rátaláljanak az olvasásnak az örömére,
A másik pedig egy picit személyes jellegűbb. Én azt gondolom, hogy még a felnőtteknek is nehéz, hogyha a kórházba kerülnek, és nehéz ezt az időt átvészelni, akár műtétről, akár vizsgálatról van szó, és a gyerekeknek ez talán még nehezebb. És azt gondoltam, hogy talán ezzel segítek egy picit, hogy kellemesebben teljen nekik az idő, illetve hogy miért pont gyerekeknek is miért pont ide. Én jelenleg is óvónőként dolgozom, tehát a gyerekek közel állnak hozzám, és tudom, hogy mi az, ami fontos lehet nekik, vagy mi az, ami egy kicsit szórakoztatóbbá teszi a hétköznapjaikat, illetve minden évben szoktam gyerekeknek adományozni, adni könyvet. Tehát most már 3 éve megjelennek a könyveim, és eddig minden évben adtam még valahova valakinek. Tehát óvodának, vagy olyan szervezetnek, akik gyűjtik erre a célra. Kicsit a mesékről, illetve azokról a karakterekről, akik Egérágot a meséiben szerepelnek, beszéljünk, ugye, mert ezek nagyjából beazonosíthatóak gyerekek és személyiségényeként. Kik ők, a Egérágot a barátai? Egérágot a nagyon, nagyon érdekesen született meg, és a barátai is tulajdonképpen a munkám során az óvodában. Mint óvónő figyeltem a gyerekeknek a karaktereit, és így nagyon könnyű volt. Tehát igazából az ő egyéniségük, az ő jellemük, az egy-egy gyereknek a karaktere jelleme, és innentől nagyon egyszerű volt a dolgom, mert már csak történeteket kellett írnom hozzájuk. Ezért aztán nem csak felolvasta a meséit, hanem egy-egy könyvet adományozott is az itt betegeskedő kicsiknek a szerző. A 20 mesekönyvből, színezőből és hangos könyvből pedig a gyermekosztályon is maradt jó pár, hogy a későbbiekben is élvezhessék majd az itt lábadozók a meséket. Nekem nagyon tetszett. Mi volt az, ami megfogott benne? Amikor a kisegér találkozott a barátjával. Egérágot a meséit olvasva a kicsik a Rigó erdőbe juthatnak, a kanyargós úton pedig olyan szereplőket ismernek meg, akikben kicsikként és nagyokként egyaránt magukra ismerhetnek. A szereplők segítségével szórakoztatóbbá válnak a hétköznapok, és talán a gyógyulás is gyorsabbá válik a meséket olvasva, hallgatva.